előbújtak az első tőzikék a dunamenti erdőkben. A teljesen fehér hóvirághoz nagyon hasonló, hagymás gumójú tőzikéknek nagyobb bókoló viráguk van, amelynek szélső peremén zöld és sárgás foltok vannak. A márciusban virágzó tavaszi tűzike inkább a Dunán túlon gyakoribb, de az Alföldön a nedves ártéri erdők peremén is előfordul szórványosan. Nagyobb csoportjai Baja közelében a gemenci erdő tanösvényei mentén figyelhetők meg. A hóvirághoz hasonlóan védett, ezért gyűjtése tiltott. Természetvédelmi értéke 5000 forint tövenként. Állományának csökkenéséhez jelentősen hozzájárult a folyók menti ártéri erdő kitermelése, amelynek hatására az áradások elmosták a töveket.